Vladimir Putyin részvételével zajlott az orosz középázsiai csúcs Asztanában. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy a volt szovjet köztársaságok vezetői az orosz elnökkel személyesen találkozzanak. Az ukrajnai orosz háború aggasztja a térség országait, a megjelentek ezt nyíltan megfogalmazták. Az eseményt követő sajtótejékoztatón megkérdezték az orosz elnököt, hogy tervezett találkozót Joe Biden amerikai elnökkel. Vladimir Putin azt válaszolta, hogy meg kell kérdezni Biden-t, hogy ő szeretne -e ilyen kétoldalú találkozót. Putin ennek nem látja szükségét. Orosz részről ez nincs napi napirenden az ukrán gabona gabonaszállításra szolgáló humanitárius folyósók léte és a kercsi híd elleni támadás között összefüggést lát az orosz elnök, válaszolta a kérdésre. Vladimir Putin közölte, hogy az orosz biztonsági szolgálat az FSB arra a megállapításra jutott, hogy az úgynevezett rakományt, ami a robbanóanyagot tartalmazta, a tengeren át küldték Odesszából. Ha kiderül, hogy ez a gabonát szállító teherhajók segítségével történt a humanitárius folyósó használatával, akkor át kell gondolni a humanitárius folyósok működésének jövőjét. Arra a kérdésre, hogy megbánta-e, hogy megtámadta Ukrajnát, az orosz elnök azt mondta, hogy ha nem tette volna, akkor a jövőben sokkal rosszabb helyzet várt volna Oroszországra.